Ünnepélyes keretek között a Magyar Sportházában adták át a hónap utánpótlás edzője márciusi díját az alapító Magyar Edzők Társasága, az utánpótlássport.hu szerkesztősége és a Porsche Hungária képviselői. A kitüntető cím Árkovics Bálint jégkorong tréneré lett. Az Újpesti Jégkorong Akadémia U20-as csapatának vezetőedzője azután vehette át az elismerést, hogy az UTE legjobb magyar együttesként egészen a döntőig menetelt az osztrák bázisú U20-as bajnokságban, majd a lilafehérek juniorjai a bajnoki címet is megszerezték. A díját adón a 30 éves szakembert többek között Ancsi János, az UTE jégkorong szakosztályának szakmai igazgatója, a korábbi 225-szörös válogatott játékos méltatta. Mondhatnám szűken az, hogy az eredmény mutatja magával, ugye két aranyérmet nyert, plusz egy osztrák bajnokságot 3 év alatt, de én úgy gondolom, hogy a hátul, a kulisszák mögött kell nézni, hogy mennyit dolgozik. Én úgy gondolom, hogy nem csak a Bálint érdeme ez a osztrák aranyérem, hanem az egész preakadémiai és akadémiai stábának, mindenki segít mindenkit, de hát hál' Istennek ő volt az edzője, és ugye nagyon örülünk az, hogy megválasztották a hónap edzőjének. Nagyon sokat dolgoznak, nem mással foglalkoznak, nem külső körülménnyel. Időt nem sajnálom, 10-12 órákat dolgoznak az Újpest pályán. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon nagyon kevés olyan edző van, aki ilyen elhivatott, mint a Bálint, és mindig jobbá akar lenni. Ugye mentoredzőink van, a Bálint minden meetingen ott van, hallgat rá. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Corvinusra jár, ugye, mint a Kristófa játékosa. Minden többet akar tanulni, minden jobbat szeretne tenni ennek a magyar jégkorongnak. A bajnok csapat kapitánya Polónyi Kristóf is elismerő szavakkal illette mesterét. Azért gondolom, hogy Bálint alkalmas erre a díjra, mert szakmailag nagyon magas szintet képvisel, rengeteget dolgozik, és nem csak a jégkorongos dolgokra figyel oda, hanem a jégkorongon kívüli dolgokra is odafigyel a játékosoknál, hogy minden rendben legyen velük. Korábban U16-ban volt nekem edzőm, illetve most megint így hozta a sors. Bálint inkább a szakmai részében tud sokat segíteni nekünk. Mindig őszintén elmondja a dolgokat, és nekem például személy szerint pont erre van szükségem, és így tud a legjobban hozzájárulni az én teljesítményemhez. A díjazott játékos pályafutása végeztével 2013-ban kezdett el edzősködni Székesfehérváron, majd 4 évvel ezelőtt a fővárosban az Újpestnél folytatta szakvezetői karrierjét. Tudtam, hogy a jégkorong az annyit adott, hogy szeretném visszaadni neki, úgyhogy ez egy kézenfekvő döntés volt, hogy edző leszek. Az elején ugye mindenki beleugrik, és azt gondolom, hogy azért ott a harmadik, mert a negyedik év után van vízválasztó, de én abba bízom, hogy ez csak egy hosszú távú kezdet így a jégkorongos edzői karrieremben. Sokan kérdezik, hogy mi a különbség az Újpest meg Fehérvár között jelen. Például csak annyi, hogy az egyik az Budapesten van, a másik meg Fehér megyébe. Otthonos közegbe érkeztem, nagyon jók a kollégák, nagyon jók a munkakapcsolat, nagyon jó a kommunikáció, ami elengedhetetlen, és hogy fontos az, hogy mi mindig van lehetőségünk fejlődni, tovább lépni, jó gyerekekkel foglalkozunk, jó az infrastruktúra, szóval minden adott a jó munkához Újpest. A rájátszás negyed döntőjében a Budapesti Jégkorong Akadémia, az elődöntőben a Ferlachi Nordic Hockey Academy csapatán jutottak túl, majd a fináléban 2 meccses hátrányból fordítva győzték le a Linzi Ice Hockey Academy Oberösterreich együttesét. A siker értékét növeli, hogy az UTE első alkalommal nyerte meg az osztrák-magyar közös junior ligát. Sokszor elmondtam már, ez egy csalóka volt ez, hogy a 0-2-vel utaztunk ki Linzbe. Az első mérkőzésen ugye nem sikerült úgy egy harmada 60 percből, és a maradék 40-ben nem tudtunk gólt szerezni, és ugyanez volt a másik hazai mérkőzésünkön is. Tehát, hogy igazából nyomtunk, irányítottuk, de valahogy a befejezéseknél nem voltunk élesek. A Linz meg erre a gyors kontrákra alakította a játékstílusát, ők egyszer betaláltak, és kint, amikor pedig kimentünk, akkor nagyon kielemeztük őket, tudtuk, hogy honnan, még azok a veszélyes területek, ahonnan ők szeretnek támadásokat indítani, vakon bedobják kapu elé, kielemeztük a kapust, hogy hogyan találjuk meg a lehetőséget, hogy gólt szerezzünk. De ott már nagyon összeálltunk, tehát ott annyira egybe voltak a srácok az öltözőbe, hogy sokszor, amikor egy harmadszünet volt, a minimális hibánk mellett inkább csak támogattuk egymást. Hát itthon meg egy nagyon jó hangulatú mérkőzésen, azt hiszem több mint 700 néző volt kint, megérdemeltük, hogy megnyerjük a bajnoki címet, de sokat dolgoztunk érte, de ez egy jó befejezés volt így. Árkovics elmondta, nem csak kiváló jégkorongozókat szeretne nevelni,
hanem jó embereket is. Egyik legfontosabb az, hogy emberekkel dolgozunk, tehát az értékekkel tisztába kell lenni, ugye minden egyes személy más, emellett pedig őket nyilván a célterületen kell fejleszteni, hogy a potenciált elérik, ami bennük rejlik. De a másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy azért a társadalomnak is ugye nevelünk embereket, tehát olyan játékosokat szeretnénk még kinevelni, vagy a sport adni a magyar nemzetnek, akik esetlegesen a sporton kívül is megbízható és jó állampolgárok, tehát értékes tagjai a társadalomnak.